Grazie che solo la posta tu con la mano, ma sai. Da sole, ma... Dei affegli il pollack. Jó, aki nem vesz le túlért itt a fősétálni, havi kilátóba is akar menni. Azért van itt jó vonal. Hát akkor megszerű plusz 400 forinté oda-vissza, nem? De szépek ezek a fenyők. Milyen súlyt viszel a drót kötél? Nem van túl, mert oszlopponként megosztik az. Ennek igen, azért a retrozióan retur, mert ennek lefele van értelme, visszafele már annyira nem vizél, akkor a helyet látod. Itt így látsz ki, hogy amikor mélységet látod, annyira nem pláne, nem? Hát hátra nézze, helyet látod, az annyira nem vizél. Van ilyen feelingje. De ez magasabbról lenne, akkor lenne az igazi, nem? Vagy kanyarodna. Mondjuk ezt nem lehet kanyarítani. Hogy hozzák ide? Jött fő van tekerve, és valahol összefogják a két végét. Na elmutatjuk, hogy ez is ki van fifálva. Ja, azért csak azért van az őszintesség, hogy ne úgy megfeszítse a vezetéket. Igen, hogy fölfele megy picit tényleg. Nem olyan vízintesnek, nem te vízint. És most érzed, hogy fölfele mész. Vannak olyan országok, ahol ez közlekedési eszköz, ugyanilyen Csilla, meg ilyen hegyes vidék. Nincs busz, ha nem ilyen. Na de nagy helyeket meg keresztül látni. Erdély után voltak azért.
Na itt lesz egy kis lendület. Lefelé jön, lefelé hú. És nem egy szinten van persze. Föl se tudna elrendani, mi? Hát csak a magában a kötélnek a súlya. Jó fáton. Hát mennyi? 1300? Ugyanígy kell kiszállni. Csak nekünk kell fővejteni főt. Persze. Aha. Ja, ott is vannak a vérek. Ja, felügyelnek, persze. Kihelesik. Egy villamosod. Nem van túl nagy, de így az érződik visszafelé. Táv. Az előbb, ahogy jöttünk, akkor elejében még nem visszafelé nyilván senki nem. Aha, most már megindultak. Lehet, hogy nemrég nyitott. Lehet. Vagy onnan nemrég nyitott, és innen még nem jöttek ember. Várják a pénzt, azok nem díszvaljuk, nekem úgy néznek, mint a díszvaljú lett volna, hallott. Jó itt a fák közelében. Valaki szemetel is pofátlan módjára. Nem szégyeni magát, hát némelyik ember olyan izé nem, hogy... Hát itt nyílt életet lehet élni. Egy feeling ilyen bokrok fölött mész, mi? Szegény ember. Hány hektár ez? Hány hektár ez? Van egy hektár, mi pénzre? Mi a farkasításos? Ott is egy szikla. Megkeresett, az meg pénz. Ilyen szobrot csináltat le. Hát ez biztos volt kő, mert ez a fák segít, hogy valami lehet, de már tudod, a régi betonfal is ott van. Galamb, nem, ott lent. Ott. Ja.
Jó, szép példány. Lógatod a láb, az kényelmesebb. Igazából, aki retúrjegyet kap és nem akar kijönni, nem is tudom, minek kell leszállnia. Nem? Nem? Lehet, hogy a forgató izének nem jól. Mire várják? Hát biztos megnyomták, valaki nem tud úgy beszállni, akkor van valami a lassító. És még meggondoltam magam. Hogy nehogy lengjen, lehet, hogy valami érzékelő van.